Hamarosan lezárul egy újabb projekt Sopron-Kövesden, aminek a címe Aktív és ökoturisztikai fejlesztés Sopron-Kövesden a fenntartható turizmus fejlesztésért. Erről a projektről fogunk beszélni a település polgármesterével, Fülöp Zoltánnal, akit köszöntök. Szervusz, Zoli! Szervusz, jó napot kívánok a hallgatóknak! Nagyon fontos tudni, hogy ez a projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Hazai Központi Költségvetési Előirányzat visszanemtérítendő támogatásából történt meg. De hogy pontosan mi is ez a három alprojekt, kérlek mondd el a hallgatóknak. Mi egyszerűen turisztikai pályázatnak hívjuk ezt a topos pályázatot, tehát ami a területi operatív program pluszból valósult meg. Három elemből áll: meseösvény, egy kerékpárút és a önkormányzat szomszédságában lévő látogatóközpont. Miért pont ezt a három területet tartottátok fontosnak? Elindult a település egy olyan irányba, nem csak a kulturális programjaival, hanem látnivalóival is, hogy valami érdekességet mutassunk be az ide látogatóknak, és itt tartsuk őket legalább egy napra, szálláshelyel akár több napra is, és innen induljanak csillagtúraszerűen a környékre, és a meglévő látványosságaink mellé, ami a kápolna és a környéki parkerdő, a vasfüggöny, emlékhely, a sok-sok szobor és a tájház, most sikerült új elemekkel bővíteni ezt a sort. Beszélgessünk legelőször a látogatóközpontról, mit kell tudni erről? Amiről beszélünk látogatóközpontról, ez valósult meg legutóján a pályázatból. A látogatóközpont az egy olyan információs központ, mint kvázi egy Turinform iroda, csak picibe. Itt a látogatóközpontban fogadjuk akár a hozzánk érkezőket, mivel a falu központjáról beszélünk, vagy a már élményekkel gazdagodott látogatók térhetnek be egy pihenőre, további játékokra, információgyűjtésre, prospektusokra, vagy helyi termékek megvásárlására, illetve egy alkalmi kiállítás is mindig fogadja a látogatóközpontban az érdeklődőket. Jelenleg ez egy helyi rádiógyűjtemény. A fejlesztés többek között gyermekes, kisgyermekes családokra is gondolt, hiszen egy meseösvényt is létrehoztatok. Mit kell tudni erről? Meseösvényünk készült el tavasszal, tavaly legkorábban, és már az első hónapok azt igazolták, hogy ez jó döntés és jó ötlet volt, hogy valósuljon meg egy ilyen. Gyönyörű természeti környezetbe, a Szőlőhegyre vezetjük fel a kápolnáig a túrázókat, a családokat, és ennek során 24 állomásnál játékos feladatokat oldhatnak meg az információs táblák alapján. Az előző évek fafaragó táboraiban készült mese alakok is elhelyezésre kerültek az ösvény mentén, valamint különböző játékelemek, hinták, mókuskerék és egyéb érdekes dolgok próbálhatók ki, használhatók vagy tölthetők el rajtuk a pihenő percek. A Nyugat-Dunántúlon ugye a kerékpáros turizmus is nagyon aktív, komoly szerepet kapott az utóbbi időben. Ugye Sopron-Kövesd is gazdagodott egy kerékpár úttal, erről mit kell tudni? Igen, ez a kerékpárút ezért volt fontos számunkra, mert a falut teljes hosszában a főúton végigszeli egy kerékpárút, de ahhoz, hogy valaki Ausztriába átlépjen, ki kellett a 84-es főúton életveszélyes helyzetben ki kellett kerékpározni a faluból, és ezt egy utcával korábban egy átvezető kerékpárúttal oldottuk meg, hogy ez a balesetveszélyed megszűnjön, és így biztonságosan tudjanak az emberek Ausztria irányába, vagy Ausztria irányából hozzánk érkezni. A beszélgetés legelején elhangzott, hogy több mint 210 millió forintból valósult meg ez az egész projekt. Van-e még esetleg más fontos adat, amit érdemes szerinted elmondani? Igen, a projekt tényleges összköltsége 211 millió 3667 forint. Ebből a támogatott összeg 192 millió 240 ezer 48 forint. Érdekes a projekt kezdése és a projekt zárása. 2020. november 30-án kezdtük a projektet, és most ez év január 31-én történik meg a projekt zárása. Szerencsére a megvalósított ágakat már korábban igénybe vehették a látogatók, és már
ez Köveznek eddig is sok pozitív visszajelzést hozott. Pont ezt akartam még a végére megkérdezni, hogy mit vártok ezektől a turisztikai fejlesztésektől, milyen mértékű vagy milyen fajta bővülést? Úgy érzem, hogy Sopron Kövesdet a térségben most már jó értelemben jegyzik. Ha valaki egy kulturális programra jön el, akár egy fesztiválra, akár egy koncertre, tudjon betérni a látogatóközpontba, mivel itt van a központba, a látogatóközpontunk is, és tudjon olyan további információkhoz jutni, ami alapján újabb napot tűz ki arra, hogy megint ellátogasson falunkba, és ne csak a kulturális programokat, hanem a falunak a természet és az épített örökségét is meg tudja ismerni, meg tudja látogatni. Hát akkor én sok látogatót kívánok nektek, illetve Sopron Kövesnek. Zoli, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Nagyon szépen köszönöm az érdeklődést.